Sziasztok, üdvözlök én is mindenkit, mint nagyon régi szervező, örülök, hogy sikerült újra egy ilyen kicsit szűkös, de annál hangulatosabb helyet találni a szakmai estőségnek. De szerintem ez már, aki régóta jár rendezvényre, az megszokhatta, hogy ennél nagyobb hely nem nagyon jut nekünk. De mondják azt a sok jó embert, meg kis hely dolgot. De nézzük, tehát Rélész Ádám vagyok, a témám pedig saját platformon születése lesz, azért egy kicsit beszélni szeretnék veletek arról, hogy mi is ez a platform, hogy tudj, mit nevezünk egyáltalán platformnak, és hogy tudjuk ezt általában vonzóvá tenni az én esetemben például a fejlesztőknek, de akárkinek, aki a platformunkat használja. Valami ilyesmi témákat, vagy valami ilyesmi kérdéseket szeretnénk megválaszolni az egyik kutatási témánkkal, ami egy programnyelvnek indult. Aztán kiderült, hogy sokkal több minden kell ahhoz, hogy programnyelv legyen. Aztán kiderült, hogy most még csak programnyelv nem, de sok minden más már igen, és akkor majd erről fogunk egy kicsit beszélni, hogy mégis ez így hogy alakul, talán egy kicsit kedvet csinálni a tudományos élethez való csatlakozás. Ez egy pár szó rólam. Meg lesz, oké. Tehát senior software engineerként dolgozom már jó pár éve, főleg DevOps témakörben. Erről akár most örömmel is már nagyon sokat tudnék beszélni, mit akar és mit nem. És emellett PhD hallgató vagyok most egy ideje, oktató, elég sokotokkal találkoztam már ő nagyjából, valamint Pataki Norvi padavanyja, és lelkesen fogom égetni őt az előadásom során. Valamint, amit fontos tudni, végre sikerült elérnem a Demigod tírt a Mortal Kombat Combat League-ben idén, mert köszönöm a tapsot. És hát akkor előadásom, amiről is fogunk beszélni, ugye tényleg az, hogy miről ismerünk fel egy platform. Mi egy platform úgy általában, mik a szoftverplatformok, mert hát abból is elég sokféle van, és minket úgy általában ugye ez érdekel. Mi az a konténerizáció? Hát erről nagyon sokat lehetne beszélni, vagy öt másik előadás, megpróbálom röviden ugye lényegre törve elmondani, hogy mégis hogy jön ez a mi témánkhoz. Function as a service-ről is fogok beszélni, mivel ugye mint mondtam, programozási nyelvet írunk, hát abban vannak függvények, és itt már szolgáltatás lesz belőle, erre is kitérünk. A Lambda Cube-ról, ugye, ami alapból a mi projektünk, és hát a mi platformunkra, a végén eljutunk a mi platformunkra, hogy hogy alakult ez ki. És hát kezdjünk is be, mit nevezünk platformnak, erre mi lenne a legjobb szemléltetés, mint az ős platform, mert Super Mario, és hát ez az én tükörfordításom az első Google találatból, platform egy főnév, ami egy emelt síkot jelent, amire tárgyakat vagy személyeket helyezhetünk, és akkor erről így nemesnek lesz, nagyon jól mutatja Mario, hogy ő éppen nem zuhan. Ahogy azok a pénzére mégsem. Kivéve a Cat Mario van, de arról nem beszélünk. És akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy a platformok mit jelenthetnek különböző kontextusokban. Ugye mondtam, hogy majd szoftver platformra vagy platformokra fogunk kitérni főleg. Hát ez gondolom annyira nem látható, így nem is mennék át felolvasásba se, de nagyjából ugye többféle platformokra veszünk egyik kontextusokban, például influencerek, content creatorok, média szakértők, ki mit használ. Például influencerek, média szakértők ugye platformnak nevezik az Instagramot, a Facebookot, a YouTube-ot, a TV-t, ha még van aki, a TikTokot, meg minden egyebet. Vannak tartalomgyártók, akik például Twitch-re, YouTube-ra, Mixer-re, ilyesmire gyártanak. Vannak operációs rendszerek, mint platformok, itt is ugye beszélhetünk Macintosról, Windowsról, Linuxokról, BSD-kről, mindenféléről, és ugye hát most már elég fontosak a mobil TV platformok is, iOS, Android, Design, sorolhatnánk napestig. És ugye már vannak gaming platformok is például, nevezhetjük gaming platformnak a különböző konzolokat, PS, Nintendo-t, Xbox-ot, PC-t, ha valaki elég morbid, akkor a Mac-et is. És mondhatjuk azt, hogy ugye a fejlesztők megint csak léteznek különböző fejlesztőknek megint csak léteznek egy különböző féle platformok, hogy a játékokhoz, mint például miben fejlesztjük. Lehet ez Unity 3D, Unreal Engine, Godot, Love, meg nevezhettek még egy csomó másikat, amiben lehet fejleszteni, és ezek is mind-mind platformok, de azért az alacsonyabb szinteket se hagyjuk ki. Ugye például a processzorok is mind külön platformot jelentenek, különböző utasításkészletekkel, szinterekkel, stb. Például ugye létezik az X86, ugye a 32 bites, most már főleg ugye a 64 bites, X64 architektúrák. Hogyha valakik mikrokontrollerekkel foglalkoznak, akkor RISC processzor, stb. És mindegyikben van valami közös nevező. Miért nevezzük platformnak?
Ugye a platformokat lényegében azért nevezzük platformnak, mert ugye erre tudunk tárgyakat helyezni és személyeket. Hát azért egy kicsit bővebben. Tehát van valami, amire építhetünk. Tehát nyújtanak nekünk szolgáltatásokat, ami az adott domain, tehát ilyen szakterülethez, amit éppen feszegetünk, ahol, vagy technológiához, hogy a szoftverplatformokra beszélünk, ehhez tartozik, ehhez kapcsolódik. Például egy processzor architektúrában, ugye mit várunk el egy processzortól úgy általában? Tudjon memóriát címezni, tudjon memóriából írni, tudjon memóriából olvasni, nyilván használja a saját regisztereit, és ezen felül meg például aritmetikai műveleteket, logikai műveleteket tudjon végezni, egy általános processzortól ezt várjuk el, és ugye itt is már mint platform adja ezt nekünk, hogy tudunk foglalkozni a regisztereivel, tudunk foglalkozni memóriával, de tök jól elrejti alul vagy előlünk azt az abstrakciós szintet, hogy például marhára nem érdekel minket, hogy a memóriából olvasunk most konkrétan, vagy az L1, L2, L3 cache-ből akárhogy, tehát nem érdekel minket. Ugyanígy például egy operációs rendszernél a platform mit jelent? Hát egy programozónak úgy általában megint csak megválogatja, hogy milyen szinten programozunk, de aki például C-ben programozik, annak ugye például a Linux platform, mint olyan, az úgy tartalmazza a kernelt, ami úgy általában IO műveletekre alkalmas, például tudunk rajta keresztül fájlokat elérni, hálózatokat elérni, memóriát kezelni, ugye eléggé ráhatóan, és ugye tartozik hozzá nekünk fejlesztői eszköz, ami egy, például egy C fordító. És ugye ezen a fordítón keresztül egyből a kernelnek a különböző funkcióit tudjuk hívni, anélkül, hogy feltétlenül beleásnánk magunkat a kernel mi voltába. Például nagyjából mindenki tanult valamilyen szintű C-t, vagy imperatív programozásból, vagy valamiből. Azért elég kevésszer beszéltünk arról, hogy most konkrétan a Linux kernelnek az ilyen-olyan mallok, vagy K-mallok, vagy C-mallok, vagy akármilyen hívását használjuk, hanem használtuk a mallokat, mert majd ott valahogy megoldotta nekünk. Ezt adta az operációs rendszerünk platform. És hát persze van több layer játékoknál, például ugye azt mondjuk, hogy van egy 3D game engine-ünk, nekünk a platformon kell, hogy tudjunk megjeleníteni prefabokat, tudjunk megjeleníteni objektumokat. Ugye általában legyen benne valami kis fizika, hogy például ne nekünk kelljen már leprogramozni azt, hogyha valaki egyszer felugrik, azért essen is le. Valamint ne kelljen nekünk programozni mindig feltétlenül azt a nullától kezdve, hogy ha két objektum ütközik, akkor valaki jelezze már nekünk, például egy találat esetén, stb. Azért elég sok mindent, de úgy általában ugye elvárhatunk a platformoktól, mint szolgáltatás vagy interfész. És hát akkor nézzük is a következő szlájdunkat, itt a szoftver platformokról beszélünk egy kicsit. Igen, tehát hogy akkor absztrakciós szintek vannak, mert például, hogyha egy architektúrát nézünk, egy processzor architektúrát, azért ott például túl sok fejlesztői eszközt nem kapunk, legalábbis szoftver szinten. Kapunk különböző ilyen breadboardokat, amire rá lehet kötni esetleg, meg fejlesztői alaplapokat, de ez annyira minket most nem érdekel. De például nem kapunk hozzá egy debugget. Na azért, amikor egy Linux platformra vagy egy Windows platformra fejlesztünk, akkor azért a fordítóhoz tartozik nekünk például egy debugger, ami azért segít mégis megtalálni, hogyha valami problémánk van, hogy hát azért melyik utasításnál ment ez el. Nagyon nem akarok belemenni, mert tudom, hogy sajnos sokan még nem tudtak találkozni debuggerekkel, legalábbis az egyetem folyamán. És hát akkor, igen, ahogy mondtam is, hogy általános műveleteket várhatunk, műveleteket, szolgáltatásokat várhatunk el interfészeken keresztül a platformoktól. Ezeket hívjuk igazából szoftver platformoknak, és mivel már mikor összeraktam a szlájdokat, tudhattam, hogy másik kettő Node.js-es vagy JS-es előadás lesz, ezért gondoltam, hogy akkor én is a Node.js-sel fogok példálozni, miért is ne. Például van egy Node.js platformunk, mert hát miért ne hívhatnánk platformnak, milyen szolgáltatásokat kapunk a Node.js-től, mint platformtól. Van egy interpreterünk, ami ugye a futtatási környezet lesz nekünk, ami ténylegesen a kódunkat értelmezi. Ez az interpreter, ez a futtatási környezet, ez azért biztosít nekünk fájlrendszer elérést, tudunk konfigurációkat beolvasni, tudunk logokat írni, meg mindent, amit is szeretném például egy webes alkalmazásnál. Ugye webes alkalmazásról beszélünk, akkor ne mi programozzuk mellé a hálózati kommunikációt a nulláról, hanem ezt is úgy adja nekünk. A memória kezelés, hát Node.js-ben nem foglalkozunk vele. Létrehozunk objektumokat, és majd történnek dolgok. És vannak fejlesztői eszközök, például a debugger ugye alapból a Node futtató környezetben már része is az inspect parancsa.
tudunk egyből debugger csatlakoztatni a futtatáshoz, tehát megint csak tudunk hibákat keresni, vagy egyszerűen csak jobban megérteni a kódunk működését dinamikusan. És hát ugye még fejlesztői eszköz például egy csomagkezelő, ami a Node-nál van. Hát ki mennyire szereti, de van például nekünk az NPM, egyéb ilyen community-driven csomagkezelők is, mint például a Yarn. És erről kb. Ennyit szerettem volna beszélni, tehát itt akkor ugye egy másik példát is láttunk egy szoftver platformra. És akkor beszéljünk egy kicsit a konténerizációról. Azért ezt a képet választottam, mert oké, hogy konténerekről beszélünk, de látszik, hogy valami platformon, és pun intended, shippeljük a megoldásunkat. Tehát ugye itt is beszéltünk, hogy egy konténerizációs környezetben mégis vannak elvárásaink ugye a konténerizáció platform felé. Például az, hogy tudjon létrehozni konténert. Na jó, kicsit vissza. Mi az a konténer? Tudjuk-e, hogy nem a jávás konténer, nem a kukáról beszélek, hanem arról, ami kicsit olyan, mint egy virtuális gép, nem a Java virtuális gép, mert például az VirtualBox, ilyesmi virtuális gép valakinek. Oké, na hát akkor a virtuális gép az olyan, mint egy gép, csak nem való. A konténer pedig olyan, mint egy virtuális gép, csak nem virtuális gép. Tehát igazából mit csinál nekünk, ad egy újabb absztrakció szintet, de mégis ugyanazt a célt szolgálja, mint a virtuális gép, ami általában azt szolgálja, kivéve, hogyha egyszerűen lusták vagyunk Linux-ra telepíteni magunknak egy beadandóért. Nem csak ez, hanem például teszem azt, van egy alkalmazásunk, amit szeretnénk a függőségeivel, feltelepített csomagokkal, konfigurációkkal, stb. Szállítani, akkor becsomagoljuk ezt egy virtuális gép image-be, odaadjuk a klienset, nem mondjuk, hogy add le neki ezt a paramétert, meg ezt, ezen a porton lesz nyitva, futtassad, az csak. És úgy kb. Ennyi, de azért, ha konténerekről beszélünk, mi a különbség? Annyi, hogy nem rakunk alá operációs rendszert, csak odaadjuk a fájlokat, tudjuk, hogy valószínűleg lesz egy Linux kernel, amivel ezt meg tudja futtatni, és úgy kész. Ezáltal sokkal könnyebb, sokkal egyszerűbb használni. És úgy nagyjából ennyit érdemes róla tudni, és akkor mint platform, egy konténer orkesztrációs platform, vagy mit tud? Az orkesztráció, ugye van az orkesztra, ahol van karmester és vannak emberek, akik remélhetőleg követik zenélés közben. Na, az orkesztrátor az nekünk a karmester. Aki azt mondja, hogy nekünk van több hostunk, ezek lehetnek valós vagy virtuális számítógépek, amik közt ezeket a konténereket, amik a szolgáltatásaink részeit valósítják meg, eloszthatjuk. Például, teszem azt, nézzünk egy Facebook példát, van nekik a Messenger szolgáltatásuk. Biztos több szolgáltatásból áll, de teszem azt, most van csak egy, ami konkrétan az üzenetküldésért felelős. Hát nyilván nem csak egy számítógépen fut, de azért nyilván nem olyan triviális, hogy elindítom egy másikon, és akkor majd ez így működik, hanem egy konténerizációs platform az ad közre hálózati összeköttetést például. Ad neki tárhelyet, hogyha például ezek logolni szeretnének valahova, akkor az ne csak eltűnjön az éterben, hanem valahol elérhető legyen. És emellett még például biztosítja azt, hogy kifelé is elérhető legyen a hálózaton, mert hogyha azokat úgy egymással beszélgetnek, jó, a Facebooknál már megtörtént, de hogyha egymással beszélgetnek, akkor az úgy sokra nem jó business value van, nem árt, hogyha a felhasználók is elérik. És ugye ezt várhatjuk egy konténer orkesztrációs rendszertől, tudjon konténereket indítani, tudjon nekik tárhelyet adni, tudjon nekik hálózatot adni, és valahogy kommunikálhasson a külvilággal. Úgy nagyjából ennyi. És van ez a fascinating rövidítés, ez a function as a service. Hát ő pedig ugye arról szól, hogy nem szeretnénk konténerekkel foglalkozni, mi függvényekkel szeretnénk foglalkozni, amiket csak úgy szeretnénk futtatni valahol. Ezért szerencsére mostan kimondhatom, hogy legtöbben biztos, hogy haskellesztetek, de sajnos abban is biztos vagyok, hogy legtöbben nem futtattátok a kódotokat, hanem csak így beadtátok. Na, de amikor megnézzük, akkor ugye mégiscsak az van, hogy mi csak a függvényt szeretnénk megírni. Nem szeretnénk azzal foglalkozni, hogy ez most hogy indul el, hogy veszi be a paramétereket, hogy nem, stb. Hanem szeretnénk a függvényeket kirakni. De általában miért szeretnénk ilyet csinálni? Térjünk vissza ismét a Facebookhoz. Biztos van nekik is szolgáltatásuk, ahogy nagyon sok mindenkinek, aki egy nagyobb szolgáltatás megoldást szeretne szállítani. Biztos vannak olyan részszolgáltatások, amelyeket mindegyik más használja. Például a Facebooknál nagyon jó példa a kép kicsinyítő szolgáltatás. Ugye amikor
a newsfeedet lapozzuk, látunk egy cikkről egy képet, valószínűleg egy bazi nagy kép van lekicsinyítve, hogy mégis megdördülékeny megjelenni a newsfeedet. Látunk kommentelőket, akik meglátjuk a profilképét, nyilván nem teljes méretben, lekicsinyítve. Eddig ez kettő szolgáltatás, ami használja. Ugye valaki ránk ír, megérkezik az értesítés, látjuk a szövegbuborékot, és mellette a kis profilképét, az sem teljes méretben, még egy szolgáltatás, amit használta, és ezt lehetne szépen tovább sorolni, például a galéria nézetnél, ahol szeretnénk képeket böngészni, akkor ugye van nekünk általában egy bazi nagy kép, és alatt a több kicsi, amik megint csak nem teljes méretűek. Tehát elég sok szolgáltatás, amit használná ezt a kép kicsinyítő alszolgáltatást, de akkor ne az legyen már, hogy mindegyik szolgáltatás önmagában tartalmazza, hogyha változtatnál a képkicsinyítőn, akkor mindegyikben be kell frissíteni, stb. Ez legyen külön kirakva valahová. Rendben, de ez ad nekünk egy challenge-et, mégpedig az, hogyha egy függvényt szeretnénk indítani, akkor azért köré minden mást felépíteni, hogy ez most fogadjon REST hívást, válaszoljon message-re. Akármit csináljon, ezt egy kicsit macerás, túl sok lépés, nincs erre szükségünk, mert ezt a lépést igazából mindig meg kéne csinálni. Az összes szolgáltatásnak akkor mi lenne, hogyha ez a környezet tartalmazná magában az összes szolgáltatást, és mi tényleg kódrészletként csak a lényegi funkciót raknánk be. Na erről szól lényegében a function as a service, és erre már léteznek igazából megoldások is. Nekem is kellett már implementálnom valamikor egyet, de azért léteznek egy ismertebb szerzőktől, és például a Microsoftnak az Azure Functions megoldása, ahol ugye a Microsoft saját cloudjában tudunk kirakni függvényeket, ezeket ki tudjuk engedni a világhálóra, meg tudjuk őket hívni nyilvános endpontokon, vagy üzenetekre, vagy eseményekre tud triggerelődni. Ugyanez igaz a Google Cloud Functions-re, az Amazonnak az AWS Lambda megoldásaira, valamint van ez a Kubelet. Ugye az előbb beszélgettem a konténerizációs rendszerekről, például van a Container Orchestrator, a Kubernetes, amit elég sokan használnak. Hát efelé csináltak egy másik rendszert, magát a Kubelet, ami pedig megvalósítja nekünk ezt a Functions as a Service egy Kubernetes környezetben, tehát mi nem csinálunk más, csak neki odaadjuk a függvényeinket, ő pedig Kubernetesben nem mondja, hogy indítsuk el ezt a konténert, csatlakozzon erre a hálózatra, figyeljük ezt a topikot, amikor beérkezik ez a HTTP hívás, akkor ezt a függvényt hívjuk meg, ilyen dolgokat tud nekünk nyújtani. És én a kutatásom folyamán ráépítettem. És hát miről szól a kutatásom? Hát a kutatásunk ez a LambdaQ projekt. Szeretnénk valahogy biztosítani azt, hogy ezek a függvények ne csak lógjanak a levegőben, hanem valahogy biztosíthassuk. Biztosíthatjuk azt, hogy ezek, amikor egymást hívják, akkor mégis a típus helyessé biztosítva legyen. Például, hogyha az egyik függvény B típust ver, akkor ne kapjon paraméter összét, mert ez nem lesz annyira jó, viszont mégis megtörténik a való életben, mert ugye létező szoftver platformokban, tehát már egész nagy megoldásokban gondolkozunk, és ugye itt nagyon sok szolgáltatás létezik, ami meghívja a function, hát lehet, hogy valahol egyszer már eltörtük ezt a function, de senki nem jön rá, mert ugye ezt majd futásidőben hívogatjuk hálózaton keresztül, és rosszabb esetben majd productionben jövünk rá, hogy hoppá, már rég nem úgy hívjuk, ahogy kéne. És ez gond. Viszont, hogyha azt mondjuk, hogy mi írunk egy programozási nyelvet, ami lényegében több ilyen function-t fog összeragasztani, tehát lényegében amire fordul, az nem egy assembly kód lesz, nem egy gépi kód, nem feltétlenül egy másik programozási nyelvi kód, hanem egy olyan kód, ami önmagában function-öket ad, ilyen deployolható function-öket ad, és valahogy egy metódust, amivel ezt lehet is telepíteni egy környezetre, hát ezt szeretnénk volna elérni. Ugyanakkor emellett vizsgálnánk azt, hogy ezeket a függvényeket hogyan lehet kompozícionálni, hogyan lehet újra felhasználni őket, hogyan lehet egyikből hívni a másikat, milyen tulajdonságoknak kell megfeleljünk, és ebből hogyan lehet egy nagyobb programot építeni, ezekből a kisebb függvényekből. És hát ehhez ugye készíteni akarunk egy fordítót, ami ezt a programnyelvet fogja nekünk lefordítani lényegében, amiben, tehát ez megint csak egy domain, megint csak egy különböző terület, hogy mi csak számításokat szeretnénk kifejezni. Nem adatbázisba írás, nem adatbázisból olvasás, semmilyen különlegesebb dolgot, hanem mint a funkcionális programozásban nézik egyszerűen, mert az érdekel, hogy beadunk paramétereket,
menjen nekünk ez a számítás, akár több stage-en, több ilyen function keresztül, és a végén kapjunk egy eredményt minket, most ez érdekel. Big Data-ban például ez az kb. Csak ami számít, a többi ugyannyira nem. És hát akkor készítünk fordítót, de hát ugye ez egy kompozíció lesz. Sokkal több függvényt is tartalmazhat önmagában, és hát ugye ezeket nem olyan egyszerű követni, hogyha valami probléma történik, ezért mégiscsak szeretnénk fejlesztői eszközöket is adni, mert hát ugye a célközönségünk egy ilyen szoftverplatformá, ami lényegében egy programnyelv és hozzátartozó architektúra, akkor hát a célközönségünk az a fejlesztő lesz, aki majd ezzel dolgozik, és akinek kényelmetlen, az panaszkodni fog, aki panaszkodni fog, az nem fog időre dolgozni, aki nem dolgozik időre, az nem lesz hatékony a projekten, és ezért valaki majd nagyon megszívja a menedzsmentnél, és azt mondja, hogy jó, akkor ezt nem használjuk soha többé. És hát nyilván, hogyha már ilyen unikornis vagyunk, akkor a világ vége és a célunk, de arra még nem jöttünk el. Tehát akkor mi is ez a landakjuk? Hát programnyelvet akarok már nagyon régóta, akkor most már lesz egy alkalom, hogy írjak egy programnyelvet. És hát már azért tapasztaltam során használtam jó párat, nagyon hatékonyan tudok fikázni minden más programnyelvet, de amikor sajátot kell csinálni, ezért egy kicsit mégis másabb a helyzet, így hát oké, akkor mégiscsak. Hát én tanultam annó Fortprogot, és írtam is pár fordítót. Írtam pár fordítót Haskellben is, és Norbi kedvéért Haskellben fogunk írni fordítót, mert ő nagyon szereti. És hát mivel jól akarom csinálni, ezért gondoltam, felelevenítem a tudásom, ugye tanultunk annó Fortprogot. MSZ-én tanultunk típusrendszereket, ez is nagyon jó, de még mindig úgy éreztem, hogy igazából funkcionális nyelvek, tisztán funkcionális nyelvek implementációjához mégis csak jobban kéne ismerni láthatóban a lambda kalkulust, így aztán Csörnyei tanár úrnak a lambda kalkulus könyvét is átolvasni párszor. És hát oké, most már megvan egy tisztán funkcionális programnyelv, nyilván nem szeretnénk állapotokkal foglalkozni egy óriási rendszerben, mert azt azért elég pokoli lenne visszakövetni. De akkor mi van még? Van egy programnyelvünk, ebből fordítunk valamit, de azt a valamit azt akkor mi fogja futtatni? Hát akkor Kubernetes és benne ez a Cube lesz. Nagyon jó. De az miből áll? Igazából most jelenleg Python Cube. Több minden támogat a Cube lesz. Mi most úgy döntöttünk, hogy Python. Több okból is. Egy, elég sokat használtam. Kettő, nem kell fordítani, így nem kell futtatásnál egy külön stage-re foglalkozni. És három, most nem jutasz a mennes. És lehet a Hand, ami pedig ugye a Kubernetes fölé egy ilyen csomagkezelő lényegében, ami majd elintézi nekünk a telepítést, tehát ebben meg tudok írni egy telepítőt, ami lényegében azt eredményező, hogy lefordítjuk a kódunkat, és erre a bonyolult architektúrára, ami alatta van, nem kell különösebben gondolni a fejlesztőnek, itt le van írva a telepítőcsomag, tudja futtatni, tehát azt telepíteni és futtatni. Oké, akkor mi van még? Na. Okés. Ja, hát igen, ugye mivel programozási nyelvről beszélünk, funkcionális programozási nyelvről több konstrukciónk van, általában kompozíció, ugye ez a legegyszerűbb formája az újrafelhasználásnak egy tisztán funkcionális programnyelvben, ahol ugye a függvényekről, matematikai struktúrákról beszélhetünk, ahol túl sok változás nincs, eredmény és kimenet van csak. Közte valami, ami leírja a számítást, ami igazából csak az eredménynek egy bonyolultabb formája. Tehát létezik nekünk kompozíció, mindenhol lesznek képek, senkit nem fárasztok a különösebb definíciókkal. Tehát ugye itt láthatjuk, hogy van nekünk egy ilyenünk, várjunk, ebből ez működik. Működött. Hát nagyon jó ma az ilyen aurán. Tehát ugye látjuk, hogy valami A típusból az F átnyom nekünk adatot B-be, innen pedig majd a G fog tovább képezni nekünk C-be, tehát önmagában ez a kompozíció pedig már egyszerűen csak A-ból C-be képezi, így azt mondtuk, hogy kettő függvényből lett nekünk egy, de mégis ők külön-külön léteznek. És akkor ugye mivel ha már egy bazi nagy rendszerünk van, akkor szeretnénk nem csak így relatíve ilyen csőben, pipeline-ban szekvenciálisan feldolgozni adatokat, hanem szeretnénk párhuzamos számításokat is csinálni. Ugye van nekünk a map, ami nagyjából így néz ki, hogy van bal oldalt egy kontextusunk, legegyszerűbb listára gondolni,
aminek vannak elemei, amiket fel szeretnénk dolgoztatni az F függvényünkkel, ami majd átpakolja nekünk az eredményeket egy másik kontextusba, és ez olyan egyszerűnek néz ki, és Haskellben az is, de amit több számítógépen szeretnénk futtatni, nem lesz az, és erre mindjárt vissza is térünk. Van nekünk a reduce-unk, ugye ezt egyszerűbb aggregátorként felfogni, mint például egy összeadás. Van egy listánk, amiben számok vannak, és ezeket össze szeretnénk adni. Van benne ugye egy kezdeti értékünk, és ezután szépen hozzáadjuk szekvenciálisan a többi részt. Most disztributivitás meg ilyeneket itt nem vizsgálgatunk, ez egy későbbi téma, esetleg lehetne. De ugye itt összeadogatjuk. Viszont ezzel mi a probléma? Ott, ahol redukálunk, ugye szeretnénk azt csinálni, hogy az állapotmentes legyen. Nekünk az F függvény fog itt meghívásra kerülni minden egyes alkalommal. Akinek tudnia kell az előző eredményről, tudnia kell arról, hogy igazából mennyi eredmény van még, amit fel kell dolgoznia. Tehát elég sok mindent, és ez amikor kimondjuk, hogy van valamink, akkor úgy általában sejtetünk olyat, hogy egy állapot van nekünk itt a szóban, és hát azt nem szeretnénk. Mert egy elosztott környezetben akkor ezt az állapotot több ilyen nód közt kell megosztanunk, ez bonyolult, és nem szeretnénk. Valamint mi van akkor, hogyha az egyik kiesik, akinek volt egy állapot, akkor azt már nem látjuk viszont többet. Plusz funkcionális programját akarunk, az állapot kezelést a lehető legtovább szeretnénk magunktól taszítani. És hát ugye az egyik legfontosabb az az, hogy ugye nekünk ezek a függvényeink, amiket Function as a Service-en futtatunk általában, idő alapon számlázódnak, és hát drága, hogyha valami vár mindig az előző eredményre, meg a következőre, és nem tudja, hogy meddig fut, ez állandóan menni fog, nem? Őket felfoghatjuk úgy, mint a Rick és Morty-ban a MSX-eket, hogy ők egyszerűen csak így vannak, teljesítenek valamit, és utána megszűnnek léteznek, mert teljesen békében vannak. És hát akkor vannak nekünk ezek a lépéseink, hát ez kicsit kicsivel van írva, így aztán végigmenjünk rajta. Tehát készítettünk egy környezetet, amiben ezeket a kompozíciókat, mappeket, stb. Tudunk futtatni. Tehát amiben majd fogunk generálni kódot. Tehát lényegében generáltunk kézzel kódot, de megnéztük, hogy ez működőképes-e. Rájöttünk, hogy működőképes, nagyon jó. És ehhez telepítettünk mindenféle környezetet, amiben ezt majd futtatni tudjuk. És hát akkor ugye, igen, funkcionális programozás alapkonstrukcióit, amit most mondtam, ugye ezeket így rájöttünk, hogy össze tudjuk rakni, és így ki tudtunk alakítani ilyen template kódot, amivel majd tudunk generálni további kódot. De oké, ez egy komplex rendszer, és hát mi lenne, hogyha tényleg, amikor ezt elkezdjük tesztelni, akkor tudnánk vizsgálni, hogy tényleg mindenhol az történik, amit szeretnénk, vagy hogyha probléma történik, akkor tudjuk, hogy ez hol történt. Ezért szeretnénk tracinget. Stack tracing, az nem tudom, kinek van meg, hogy nagyjából. Szuper. A stack tracing az kb. Annyi, hogy legegyszerűbben ott felfogom, hogy a Java-nak is például van egy ilyen tulajdonsága, hogyha engedélyezitek a debug módot, akkor amikor valami exception történik, akkor szépen ő kihányja magából, hogy mi hívta azt a függvényt, ahol az exception történt, milyen paraméterrel, előtte őt kihívta milyen paraméterrel, előtte azt kihívta milyen paraméterrel, és ez egészen addig, amíg ez a hívási verem, stack trace ki nem ürül. Tehát ezt is szépen kiírogatja nekünk. És ez elég hasznos volna nekünk, hogyha látnánk, hogy melyik nód került hívásra, melyik függvény került hívásra, milyen eredmény számított ki, és mit kapott paraméterül. Ezért ugye szeretnénk ezt a stack tracinget megalakítani. Hát vannak implementációk, nem szeretnénk újra feltalálni a kereket. Van egy Jaeger nevű implementáció, nagyon szimpatikusan hangzik, de egyébként tényleg ő így most nagyjából a szakma által a legsűrűbbet használ, hát akkor használjuk őt. De hová tegyük? Ez is ugye majd egy konténerben fog futni, rendben. Akkor ezt valahol egy alacsonyabb réteg, ahol Kubernetesbe elrakjuk, és akkor majd meghívogatjuk. De hogyan integráljuk? Hát igen, meghívogatjuk, de hol? A generált kódban, mindig meghívjuk a generált kódban. Ez hülyén néz ki, tehát attól még, hogy a kódunk generált, nem jelenti azt, hogy nem lehet gyönyörű, és mi hát törekszünk erre. Valamint ugye mennyivel nagyobb lenne a generált kód, hogyha minden egyes hívásnál benne lenne az is, hogy akkor most szólunk a tracernek, hogy itt vagyunk, akkor szólunk a tracernek, hogy végeztünk, és ezt minden egyes függvénynél. Ez hosszú lenne, csúnya, és valamint nem választanánk el rétegeket a programunk működése és a platform közt. Hoppá, kimondta. Tehát, hogy épp ez a lényeg, hogy
Szerettünk volna ezt elválasztani, és alapból, tehát most kigenerálunk egy kódot a fejlesztőnek, miért kell tudni arról, hogy itt most van egy tracer, ez hol van, ide hogy csatlakozunk, mi a jelszó a tracerhez, mert nyilván egy ilyen elosztott rendszerben kell nekünk valami autentikáció, hogy ne csak a levegőbe lógjanak a dolgok, és ne tudjon akárki hozzáférni. És hát akkor hova rakjuk? Tehát, hogy miért van nekünk egy külön ilyen rétegünk, hogy mi lenne nekünk a külön rétegünk, és akkor külön rétegek, akkor ezek a rétegekre építünk valamit, és ha valamire lehet építeni, akkor van valamink, amire rakhatunk dolgokat. Basszus, mi kitaláltunk egy platformot. És pontosan ez történt, írtunk egy cikket arról, hogy hogyan lehetne ezeket a function as a service szolgáltatásokat így lekövetni, trészelni. És amikor leírtam azt, hogy miket várnánk el az implementációtól, hát rájöttünk arra, hogy különböző layerekbe osztottuk az egész felépítést. Teljesen külön komponensünk vannak, teljesen külön szerepkörökkel, és ezek általában jól szegregáltak, tehát nem fog a fejlesztőnek a kódja hozzáférni ahhoz, amihez nem kell, de ugyanakkor megadjuk neki a hozzáférést, hogy eszközöket tudjon implementálni, vagy mi tudjunk berakni eszközöket. Hát ezeket most el kell így nagyjából mutogatnom, sajnos. Ugye Kubernetes alapon van minden. Ezzel nem kell foglalkoznunk. A Kubernetesben rakunk egy message szolgáltatást, ugye ő lesz a ragasztó a kompozícióinknál, tehát hogy van egy függvényünk, kiküldi az eredményét, ő triggerel egy másik függvényt, a function controller, mert ő olvas, tehát hallgatja ezeket a messaging topikokat, triggereli a függvényt. A függvény, amikor lefut, akkor elküldi megint az eredményét, és ez megy egészen addig, amíg a kompozíciónknak van új eleme. De közben mi van akkor, hogyha reduce-olunk, vagy mappelünk, ugye már a mapnél is, tehát nem is mondtam ezt a problémát, hogy ugye elindítjuk párhuzamosan az összes leképzést. Nagyon jó, de a végén valahol mégis azt kell mondanunk, hogy rendben kész az egész lista, és ez mehet tovább. De ezt csak akkor tudjuk, hogyha tudjuk biztosan, hogy már megvan az összesen fel van dolgozva, ezt bevártuk, tehát így mégis ez problémás. Erre adtunk egy megoldást, egész jó, amit nagyon szívesen elmagyarázok akárkinek az előadás után, de sajnos hosszabb, mint amennyi időm most van hátra. És ugye az állapot kezeléshez az a lényeg, hogy bevezettünk egy külön in-memory DB-t, amivel lényegében a saját függvényeinkből outsource-oltuk a memória használatot. Minden függvény egyszerűen, amikor beérkezik az új, tehát van egy mapperünk, beérkezett egy eredmény, szuper, kaptunk egy eredményt, beírjuk ebbe az in-memory DB-be, megnézzük, benne van már az összes eredmény, nincs, szuper, meghal a folyamat, jön majd a következő. Kaptunk még egy elemet, megvan az összes elem? Nincsen, akkor még megint megyünk le. Kaptunk még egy elemet, megvan az összes elem? Megvan, szuper, akkor most már összerakom a teljes eredményt, ami az összes elem eredményét tartalmazza, és tovább küldöm a következő fázisnak. Ez lényegében röviden a megoldásunk. És hát ugye itt van nekünk a tracer szolgáltatás még mindig. Itt történik az, hogy ugye minden egyes alkalommal, amikor külön egy függvény meghívásra kerül, akkor ő szól a tracernek, hogy meghívtak. És mindig, amikor végzett, elmondja, hogy és ezt az eredményt adtam tovább. Minden ilyen metaadatot továbbít, ahhoz, hogy ez a tracer egyébként egy gyönyörű UI tudjon nekünk a weben adni, arra, hogy meg tudjuk nézni a teljes számításunkat. És hát ugye, ami itt annyira nem látszik, tehát ugye van ez a function container, ebben mennek a különböző függvényeink, ebből elég sok van, ugye jeleztem is, hogy több lehet belőle. Ezen belül, amit még beépítettünk, ugye ez egy runtime. Egy futtatási környezet, és pontosan ez az, egy újabb réteg a platformunkban. Tehát ugye van nekünk egy környezetünk, mint platform. És van nekünk egy runtime-unk, ami kommunikál a platformon, így nem a fejlesztőnek kell kommunikálnia. Ez ugye működik JS-ben is, működik Java-ban is, nálunk is működik, hogy van egy platformunk, ami tartalmazza az összes kódot, egy runtime-unk, bocsánat, ami tartalmazza az összes kódot ahhoz, hogy ő kommunikálni tudjon a function controllerrel, hogy ő kommunikálni tudjon a messaginggel, tehát egy Kafkával vagy akárvel, hogy tudjon kommunikálni az in-memory DB-vel, tudjon állapotot kezelni, és hogy tudjon kommunikálni a tracerrel, és nagyon jó lehetőséget ad nekünk arra, hogy a generált kódnak semmi köze ne legyen ehhez. Ő egyszerűen csak tartalmazza magát a számítást, amit el akar végezni, és teljesen boldog a tudatlanságban. És pont ez a jó nekünk. És elég sok lépést kellett még bevezetnünk, tehát igazából döntést meghoznunk közben, hogy
mégis mi alapján vágjuk el ezeket a rétegeket, de erről tényleg akár egy sör mellett nagyon szívesen beszélhetek később akárkivel, viszont az időnk nagyjából lejár, ezért még egy rövid összefoglalót arról, hogy rétegek mik vannak. Van nekünk a Kubernetes platformunk, akkor ami adja nekünk a konténereket, valamint köztük a hálózatot. Van a LambdaCube, mint platform, ő adja nekünk a... Ő tartalmazza a kubelet, ami a futtatási, ami a függvénykörnyezet. Ad nekünk egy messaginget, hogy ugye ezeket a függvényeket komponálni tudjuk. Ad nekünk egy in-memory DB-t, hogy állapotot tudjunk kezelni. Ad egy tracert, hogy tudjunk trace-elni. És ezen felül a további réteg pedig maga a LambdaCube runtime, ami beszél az a közvetlenül alatta lévő réteggel. És hát ugye ezen felül meg már a nagyjából minden más platformon ismert rétegünk van, a fordító, ami ezt a runtime-ban futtatható kódot fogja generálni, és a programnyelv, ami remélhetőleg elég kényelmes lesz a fejlesztőknek, hogy szeressék használni. És ezek a mi rétegeink, és szerintem kifutottam közben az időben, csak megzavarodtam itt a clicker váltogatás közben, így hát köszönöm a figyelmet, és ha van időnk, akkor még szívesen várom a kérdéseket. Thank you.